A 39. Zsoltár a mai Zsoltárunk. Én több címet is találtam ennek a Zsoltárnak, a felnőtté vállás Zsoltára például, mert aki már ezeken a gondolatokon átment, az már tényleg felnőtté vált. De úgy is fogalmazhatnánk, és végül ezt választottam, hogy reménytelen eset lennék. Olyan szintű kétségbeeséssel találkozunk, ami, amire már csak egy felnőtt képes. De miről is szól ez a Zsoltár, Dávid Zsoltár, amit az ő kedvenc karmesterének, Jedutunnak írt, hogy, hogy zenésítse meg, és adják elő a templomba, mert Isten házában el kell hangoznia a legkeményebb kérdéseknek is, majd Isten válaszol rá. Hallgassuk meg a 39. Zsoltárt. Így szóltam. Vigyázok útjaimra, hogy nevét kezdem nyelvemmel. Megzabolázom számat, ha gonosz ember van előttem. Elnémultam, csendben hallgattam, de ez hiával volt a jónak. Fájdalmam fokozódott. Fölhevült a szívem bennem, sóhajomban tűzgerjed föl, ezért így szólt nyelvem. Add tudtomra, Uram, életem végét és napjaim számát, hogy mennyi is az. Hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok. Éme arasznyivá tetted napjaimat és életem semmiség előtted bizony merő hiába valóság minden ember, bárhogyan is áll. Árnyékként jár itt az ember, bizony csak hiába szorgoskodik. Rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azt. Most azért mit reméljek, ó Uram, egyedül benned bízom. Ments ki engem minden álnokságomból, ne tégy engem bolondok csúfjává. Megnémultam, nem nyitom föl számat, mert te tetted ezt. Vedd le rólam ostorodat, mert kezed fenyítése miatt elpusztulok. Amikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted szépségét, mint a mój. Bizony csak egy lehelet minden ember. Hadd meg, uram, könyörgésemet, figyelj kiáltásomra. Könyhullatásomra nem maradj néma, mert jövevény vagyok nálad és zsellér, mint minden ősem. Fordítsd el rólam tekintetedet, hadd enyhüljön sorsom, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Reménytelen eset lennék. A felnőtt évált ember leül egy székre, lehet, hogy egy konyha hokedli, és számot vet az életével, és talán először az életben kimondja a legkomolyabb kérdést. Mi értelme van az egésznek, ha egyszer úgy is olyan reménytelen az egész. Mi értelme van az életnek, hogyha árnyékként jár itt az ember, bizony csak hiába szorgoskodik, olvassuk a hetedik versben, rakásra gyűjt, de nem tudja, ki takarítja be azt. Ha én élek, és van eredménye, van célja, és van győzelme, sikere foghatóan az életemnek, és az én életem erre ment el, 50, 60, 80, 90 esztendő. És jön valaki, és egyetlen mozdulattal szétdönti az egészet. Akkor mi volt az én életem? És teszi fel a másik kérdést a Zsoltáros, ráadásul, hogyha az én szívem is tele van gyengeséggel, álnoksággal, bűnnel, hogyha nem csak amit teszek, de én magam is annyira mulandó, mulékon, gyarló, törékeny vagyok, akkor, úgy indította a Zsoltárt Dávid, hogy elhatároztam, így szóltam magamban, vigyázok útaimra, hogy nevét kezdem nyelvemmel, meggondolom, hogy ki előtt mit mondok, mondja a második versben. Úgy is volt egy ideig, elnémultam, csendben hallgattam, de nagyon nem bírtam már ezt a fájdalmam, csak fokozódott, és a negyedik versben azt mondja, hogy fölhevült a szívem, felforrósodott, és mint a tűz kirobbant belőlem, így szólt nyelvem, adt rá, Uram, életem végét miért vagyok itt és meddig vagyok itt. Az emberi élet, a felnőtté vállás sokszor elfojtott kérdése ez. Van-e értelme a létezésemnek? Reménytelen eset lennék? Értelmetlenség és reménytelenség. Újra és újra beköszöntenek ezek a vendégek a mi szívünkbe és a gondolatainkba. Ebben az esetben a Dávid nem tudott jobb utat választani, mint hogy Istenre borította ezt az egész tüzet, ami a lelkét dúlta. Add, tudtom, Raulam, életem végét, napjaim számát, hogy mennyi az, hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok. És csak sorolja, sorolja, gyönyörű költője egyébként ez a 39. vers a kulcskifejezései. Mulandó vagyok, arasznyivá tetted napjaim számát. Milyen szép ez a szó, nem, hogy arasznyi élet. Életem semmiség, merő hiába valóság, árnyékként jár az ember, hiába szorgoskodik, mint a mój, olyan a szépsége, mint a moly elmúlása, semmi maradt, szétdörzsöljük, és mint a por lett volna, bizony csak egy lehelet minden ember. Talán az egyik legmélyebb gondolata a Zsoltárnak, bizony csak egy lehelet minden ember ez a világ milliárdnyi leheletből áll. Minden ember fut célokkal, viszi a kis terhét, mint egy hangyabolyt hordunk össze, míg jön valaki, belelép, vagy felgyújtja az egészet, és mi volt az értelme? Istenem, és ennél is nyomasztóbb az én saját lelkem sorsa. Mencs ki engem minden álnokságomból, ne tégy engem bolondok csúfjává. A bolondok a Bibliában azok, akik ostoba döntéseket hoznak, akik a, akik a rossz, az önzés útját járják. Hogy egyenesen én vagyok közöttük a legnagyobb. Vedd le róla mostorod, kezed fenyítése miatt elpusztulok, amikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz, elemésztesz engem. Istenem, nem tudsz velem mit kezdeni, mert szinte javíthatatlan rossz vagyok nem is azt teszi értelmet lenni az életet, hogy az ember rakásra gyűjt, és nem tudja, kitakarítja be ezt. Van itt egy nagyobb értelmetlenség. Hogy itt vagyok én, a te képedre alkotott embert, ahogy olvassuk Mózes első könyvében, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és ez az ember árnyékként jár, minden keze munkája törékeny és mulandó. Miért? Mert maga az alkotó, az ember legbelül törékeny, Vétkező és mulandó. Most azért mit remélyek, ó Uram? A Zsoltár középpontjában a nyolcadik vers áll. Felteszi újra a nagy kérdést, ezt az elfogytott kérdést, amitől én a felnőttkort számolom. Amikor az ember először eljut ide, már lehet, hogy valaki 16 évesen felteszi ezt a kérdést, hogy reálisan, de Istent keresve éli az életét. A jó kérdés nem csak attól jó, hogy őszinte, hanem attól, hogy a megfelelő személynek tesszük fel a megfelelő időben. A felnőtté vállás kérdése egy igazán értelmes felnőtt élet lehetőségét hordozza magában. Dávid felteszi a kérdés, most azért mit reméljek, de a borítékra azt írja, ó Uram, majd pedig hozzáfűzi, egyedül benned bízom hiszen hiába gyűjtök rakásra, ha nem tudom, kit akarja be ezt. Hiába élek, díszítem magam, ha csak egy árnyék, egy mój vagyok, egy lehelet. Hiába. Hiába vagyok erős, szép, okos, bátor, sikeres, gazdag, elismert, király, uralkodó, hadvezér. Hiába. Egyedül benned bízom. Az egyedül benned bízom, az kizárólagos. Az egyedül benned bízom, az róla szól, nem rólam. Az egyedül benned bízom, az nem megfelelni akarás, hanem ráhagyatkozás, bízom. Nem akarok bizonyítani, nem akarok érdemeket szerezni, nem a magam erejére támaszkodom, egyedül benned bízom. Enélkül reménytelen eset lennék enélkül lehet, hogy az emberek megtapsolnak, mert én nem csak hogy rakásra gyűjtöttem, de én nagy rakást hoztam össze. Az emberek azt mondják, hogy a te boldogok lehetnek, mert úgy gondoskodsz róluk, mert jó példa vagy nekik, mert de a szívek vizsgálója az Úr minden ember lelkében. A nagyszerű külső teljesítmények mögött is. Látja a belső harcokat, vívódásokat, vereségeket, akaratgyengeségeket, rossz gondolatokat, és kiszámíthatatlan érzelmeket. Isten mindenestől szeret bennünket, ahogy vagyunk. Abban a formában szeret bennünket, ahogy egyetlen egy ember társunk számára sem lehetünk szeretetreméltó, hiszen a másik is csak egy lehelet, egy mój, egy árnyékban járó, egy árnyékként járó. Most azért mit remélyek óram, egyedül benned bízom amikor az ember eljut idáig, hogy ezt a legnagyobb elfolytott kérdést feltegye az világi élet értelmessége és a saját belső lelke gyengesége felül az Istennek, és ki tudja ezt mondani, hogy egyedül benned bízom, akkor ahogyan Dávid is ezt nem szégyelte Zsoltárba foglalni, nem szégyelte odaadni a szöveget Jedutunnak, hogy kottázd le és énekeljük, Na de hát királyom odaírjam, hogy ki a szerző, írd oda, Dávid a király a szerző. Ennyi vagyok én Isten nélkül. Nem remélek semmit senkitől, magamtól főleg. Egyedül benned bízom. És énekelték ezt a Zsoltárt. Énekelték kórusban, olvasták ezt a Zsoltárt. Dávid a király leírta, kihirdette, hogy mulandó, arasznyi, élete semmiség, hiába való, mert hiába szorgoskodik, mert árnyékként jár, mert semmi esélye nincsen az álnoksága, a bűnei, a gonoszságai miatt, mert csak mój és lehelet. Dávid ezt megörökítette. Nem szobrot állítatott magának, nem utcákat és városokat neveztetett el magáról, nem a legek könyvébe került be, hanem egy zsoltárba foglalta azt, hogy egyedül benned bízom talán ekkor vált igazán felnőtté. Nem véletlen egy gyönyörű, rövid imádsággal zárja. Az imádság még mindig lezáratlan. A kérdés részben nyitott marad, mert egy vívódás az egész élete, testi-lelki mulandóság, erkölcsi gyengeség, Istentől való függés. Hald meg, Uram, könyörgésemet, figyelj kiáltásomra, könyhullatásomra, nem maradj néma mert jövevény vagyok nálad, és zsellér, mint minden ősöm. Azt mondja a Dávid a király, hogy én legfeljebb Isten napszámosa vagyok. Legfeljebb egy vándor ezen a földön. Hogy nincs értelme rakásra gyűjteni, arra már rég rájöttem. De talán az Isten napszámosának lenni, annak van értelme talán azt kérni tőle, hogy ha mégis bűn találsz bennem, fordítsd el rólam tekintetedet, hadd enyhüljön sorsom. Istentől kegyelmet kér Dávid, mert tudja, hogy a kegyelem a legfontosabb. Tudja, hogy a kegyelem adhat csak erőt az embernek a mulandósággal, saját maga gyengeségével szemben. Kegyelemért imádkozik, mielőtt elmegyek és nem leszek többé. Mielőtti földi életem befejeződik, Taníts meg engem a kegyelemből való életre. Nem a gyűjtő életre, nem a sikeres életre, hanem a kegyelemből való életre. Amikor az ember megtapasztalja a kegyelmet, mi is a kegyelem? A meg nem érdemelt jóság. Akkor ez a meg nem érdemelt jóság az élete legnagyobb kincse lesz. Minden nap ezt veszi magához, ebben rejtőzik el, ebben keres védelmet. Mindig ezért tudja, hogy nem reménytelen eset, mert van kegyelem, ami felemeljen. Van kegyelem, ami segít felnőtté válni. Van kegyelem, amiben jobb Isten napszámosának lenni, mint emberek hódulata közöpette királyi széken ülni és elfogadni a dicsőítést. Jövevény vagyok, és a te napszámosod, Istenem. Könyörülj rajtam, figyel kiáltásomra, könyhullatásom, ne maradj néma, mert egyedül benned bízom. Legyen ez a mi kapaszkodónk is, nem vagyunk reménytelen esetek. Isten győztesnek lát bennünket. Adja meg ezt a győzelmet napról napra, úgy legyen.